Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. A Weekend mai adásában három nagyon izgalmas és a szakmájában elismert hölgyel fogok beszélgetni így az éteren keresztül. Név szerint Ági, Nóri és Marian lesz a vendégem. Hogy kik is ők egészen pontosan, az pillanatokon belül kiderül. Kezdjük is mondjuk Ágiba. Azt hiszem, már mindannyian használtuk azt a kifejezést, hogy nincs időm például takarítani, sportolni, vagy éppen olvasni. Na hát, hogyha valaki, akkor szabados Ági pontosan tudja, hogy igenis van időnk olvasni. Szia, Ági! Hát mi neked ugye ez a kampány, ez több hónapja, hát évekről beszélünk gyakorlatilag, 2017-ben indult. Mi is volt ennek a lényege? Hogy jött az ötlet? Igen, most már ez a negyedik évünk, és pontosan az volt, amit a felvezetődben említettél, hogy én nagyon sokat olvasok tini korom óta. Nekem a Harry Potter volt az igazán nagy flow élmény, ami megszerettette velem az olvasást, és tulajdonképpen átsegített a kötelező olvasmányokon is. És mindig azt tapasztaltam a hétköznapokban, hogy mindenki azt mondta, amikor látott nálam egy könyvet, hogy aj, de jó, hogy neked van időd erre. És akkor elkezdett így mozogni ez a fejemben a fantáziámat, így elkezdtem működtetni, hogy miért mondja ezt mindenki, tényleg mindenkinek arra van ideje, amire szeretné, hogy legyen. És 2016 végén nagyon sok kihívást terjengett a Facebookon, Ice Bucket Challenge, biztos emlékszel rá, amikor a fejükre borították a jeges vizet, és azt gondoltam, hogy ha már ennyire menők ezek a kihívások, akkor legyen ez egy olvasós kihívás, amit létrehozok 2017. januárjában. És tulajdonképpen azt kérem azoktól, akik csatlakoznak, a kihívást úgy lehet teljesíteni, hogyha minden hónapban elolvasnak egyetlen könyvet. És ezzel azt akarom bebizonyítani, hogy iskola, gyerek, két gyerek, három gyerek, kutya, macska, egyetem, munka, minden mellett tényleg egyetlen egy könyvet az ember képes elolvasni. Mert itt arról van szó tulajdonképpen, hogy át kell alakítanunk a rutinunkat, át kell alakítanunk a szokásainkat. Észre kell vennünk, hogy mik azok az időnk a napjainkban, amit mondjuk úgy töltünk el, hogy vagy nem csinálunk semmit, vagy olyan dolgot csinálunk, ami csak elveszi az időnket és frusztrál minket. Például szerintem ilyen a közösségi média használat, de ez egy hosszabb topik, most nem akarok mindent egy válaszba besűríteni. Te is híradózol, előadásokat tartasz, egyébként a közösségi médiát is aktívan használod, tehát ott is tartod a kapcsolatot a követőiddel, meg segítesz az embereknek, hogyha úgy van. Neked ez hogy fér bele? Igen, pont tegnap is valaki ugyanezt a kérdést tette fel, és azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy az időmenedzsmentről kéne könyvet írnom lassan. Nem tudom, egyszerűen én gyerekkorom óta ez a listázós, előre meg van írva a héten a naptáram, próbálok nagyon fókuszálni a feladatokra, szóval, hogy így próbálok, lehet, ezt hívják úgy, hogy tudatosan élni. Persze nincs gyerekem, tehát mindenki mondhatja azt, hogy ó, most még gyerek nélkül ez könnyű, kíváncsian várom, hogy ez hogy változik akkor, de azt gondolom, hogy munka, egyetemre is járok, meg egyébként 3-4 munkám van egyszerre, ezek mellett is meg tudom valahogy úgy oldani az életemet, hogy ne legyen arra panasz, hogy mondjuk nincs időm olvasni vagy edzeni. Ez az időmenedzsment, ez egy nagyon szép kifejezés, amit mondtál, és nagyon sokan szerintem most így kapkodják a fejüket, hogy miről beszél ez a lány. Ennek mi lehet az első lépése, hogy ezt tudatosítsuk, hogy ennek működnie kell, és igenis működhet? Fú, hát szerintem akkor tudjuk tudatosítani legjobban pont, hogyha egy-egy kihívásban részt veszünk, vagy egy-egy olyan szokást beiktatunk az életünkbe, amit korábban nem csináltunk, akkor maradjunk az én témámnál, az olvasásnál. Például nálam ez úgy alakult ki, hogy nem kell minden reggel 6-ra járnom dolgozni, ez tény, de hát mindenki a saját idejéhez mérten beállítja, mert én például meg este 9-10 fele érek haza a híradóból, tehát nekem az este alakul át ilyen szempontból, de én például minden reggel fölkelek egy fél órát, vagy ha tehetem egy órát, de olvasok. Utána mindig van nálam könyv, ez mondjuk inkább egy gyakorlati tanács, de nem megyek sehova tényleg ki az utcáról, anélkül, hogy ne lenne nálam könyv. Soha nem tudhatom, hogy valaki nem késik egy meetingről, vagy éppen ne lenne egy fölösleges, mondjuk egy hosszú sorban állás a postán, én akkor is előveszem a könyvet. Akkor ebéd közben is, hogyha olyan van, hogy akár készülnöm kell egy könyvbemutatóra, vagy csak nagyon tetszik a történet, akkor lehet, hogy antiszociálisnak tűnik, de én van, hogy ebéd közben is, mondjuk, ha csak nem valami társasággal ebédelek, még a koronavírus előtti életemben, akkor általában elővettem a könyvet. Tehát, hogy azt gondolom, hogy az időmenedzsmentnek az egyik feltétele talán az lehet, hogy így próbáljuk meg a napunkat tudatosan beosztani. Vagy akár most is, hogy itthon vagyunk, és ne folyanak össze az idők, az órák, a percek, hanem legyenek olyan fix feladatok, amivel foglalkozunk, és talán ezzel az időket is jól be tudjuk osztani.
Nem tudom. Jó, jó ez a hozzáállás, ezt szerintem nagyon sok mindenkinek el kellene sajátítani és így hozzáállni. Most egy igazán kritikus időszakban vagyunk még mindig, de talán már látszik a fény az alagút végén, és ilyenkor nagyon sokan nagyon sokfélét mondanak, hogy kezdjünk el önismereti könyvet olvasni, kezdjünk el ilyen nagyon mély könyveket olvasni, vagy nagyon vicceseket. Te most személy szerint mit ajánlanál? Hú, én azt érzem magamon is, hogy nagyon hullámzó ez. Van, amikor az önismereti önfejlesztőt, kicsit tanító, fejlesztésre kényszerítő vagy inspiráló könyvek azok, amik lefoglalnak, de nagyon sokszor csak egy könnyed regény, egy olyan történet, lehet ez egy krimi, én nem vagyok krimi olvasó, de azt gondolom, hogy most egy krimi vagy egy olyan regény, ami akár egy szerelmes vagy valami kis izgalmas történet, az talán jobban behúz, mert most mindenképpen olyan történetre, meg könyvekre van szerintem szükségünk, ami abszolút kikapcsol ebből a világból, elvisz téged, egy messzi tájra repít, és nem foglalkozol azzal, hogy jelenleg mi van. Nekem, ami abszolút receptre fel tudnám írni bárkinek is, én nekem is bevált, az Guillaume Musso, ő egy kortárs francia író, és van neki a Holnap, az Azután, az Angyal hív, mind-mind ilyen pici szerelem, pici nyomozás, de közben nem tudod letenni, mert érdekel, hogy mi történik. Szóval ő ennek zsenie, én őt például nagyon tudom ajánlani. És ugye azt mondtad, hogy ő egy kortárs szerző, és akkor most térjünk egy picit a magyar kortárs művészekre, írókra. Ugye most nemrég átadtak egy fontos díjat, aminek a zsűrizésében te részt vettél, az egyik biztosító cégcsoportnak a díjáról van szó. Milyen alkotások érkeztek ide? Igen, elképesztően megtisztelő feladat volt, hogy felkértek tavaly év végén, hogy vegyek részt a, talán ezt kimondhatjuk, mert igazából 15 éve ez a legnívósabb, és a Libri Irodalmi Díja, mert az egyetlen nagy díj, ez az Egon Irodalmi Díj, hogy vegyek részt a zsűrizésben, és ez úgy néz ki, hogy egy szakmai bizottság elolvassa az összes 2019-ben megjelent magyar kortárs szépirodalmi művet, és mi ebből kaptunk egy 20-as listát. És hát a január-február az úgy telt bizony, hogy én ezt a 20 könyvet elolvastam, úgyhogy a saját kihívásomat is elég durván teljesítettem már január-februárban. Nem gondoltam volna, hogy sikerülni fog, de szerencsére sikerült. Persze ebben voltak novellás kötetek, voltak versek, tehát hogy de az tény és való, hogy nekem a januárom az úgy telt, hogy reggeltől estig volt, hogy olvastam a szabad napomon, persze mellette nyilván dolgoztam. Úgyhogy kicsit így túl is telítődtem, de a lényeg az volt, hogy elolvassuk ezt a 20 könyvet, és a saját szubjektív véleményünk alapján megmondjuk, hogy szerintünk melyik a legjobb 5 könyv. A zsűrivel erről diskuráltunk, beszélgettünk, és végül is felállítottunk egy 5-ös shortlistet, amiben mindannyian a zsűriben 5-en vagyunk, és kapcsolódtunk egy-egy könyvhez, amelyikhez a legjobban tudtunk kötődni. És én így ismertem meg például ennek a zsűrizésnek köszönhetően új szerzőt, Harag Anitát, akinek az Évszakhoz képest hűvösebb című novellás kötetét nagyon ajánlom neked is, meg a nézőknek is, mert a szerző ráadásul egykorú velem, ő is 30-as évei elején jár, és biztos érezted már azt, amikor olvasol egy-egy történetet, és annak ellenére, hogy én nem vagyok novellás, mégis azt éreztem, hogy úristen, mintha tényleg én írtam volna kis túlzással. Nem vagyok az írásnak ennyire képes, az írás képességének ennyire birtokosa sajnos, mint Anita, de akkor is azt éreztem, hogy ezek velem is megtörténtek, vagy megtörténhetnének. Szóval, hogy így nagyon hálás vagyok ennek a díjnak, meg ennek az egész zsűrizésnek is azért, mert például őt megismerhettem, és ez egy fantasztikus kötet, de egyébként nagyon izgalmas volt így a magyar kortárs szépirodalmi műveket megismerni 2019-ben. Nyilván szoktam olvasni Grecsó Krisztiántól Tóth Krisztinán át, azért van egy csomó olyan szerző, akiket napi szinten olvasok, vagy akár csak havi szinten is, egy-egy novellájukat akár újra és újra, de azért ennyire intenzíven nem olvastam volna el a magyar kortársak összes művét 2019-ből, úgyhogy ez egy jó kis kihívás, meg kaland volt tulajdonképpen. Hát Ági, nagyon szépen köszönjük a sok tippet, meg a hasznos tanácsot. Szerintem évvégén megkeresünk majd megint, és akkor elmondod, hogy hogy sikerült az éved, milyen kihívások voltak, milyen új könyveket ajánlasz. Úgyhogy szerintem visszatérünk még hozzád. Jó, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm. Szia. Szia.
A nézőknek három csodálatos, inspiráló és motiváló hölgyet ígértem a mai weekend adásba. Nézzük is a másodikat, aki nem más, mint Takács Nóra, Megyink szülötte egyébként, ezt lehet, hogy kevesen tudják rólad. Na, szia Nóri, hát ti most Pestről gyakorlatilag vidékre költöztetek. Ez a koronavírus miatt volt, vagy egyébként is terveztétek? Abszolút a koronavírus elől menekültünk, hogy lehet így mondani, és hát természetesen az első gondolat az volt, hogy a kis falunkba fogunk menni, amit én csak mesefalunak hívok, ez ott van Nyírségben, de nem árulhatom el, hogy hol, mert ez óriási titok, de akik tudják, azok már tudják, szóval ez olyan titok, tudod, amit mindenki tud egyébként, de azért szóval a mesefalunkba volt természetesen az első gondolatunk, hogy oda fogunk majd menni. Ugye én a social media miatt amúgy is otthonról dolgozom, szóval nekem ez a home office eddig is home office volt, a férjem pedig már március elején home office-ba vonult a cégük, ugye mindenkinek otthonról kell kezdeni dolgozni, és akkor felszabadult rengeteg időnk, hogy úgy mondjam, és nekünk van egy kutyuszunk, aki miatt azért ezt a házi karantén dolgot annyira nem tudtuk volna tartani, tehát Budapesten az a tipikus lakópark, több száz lakásos történet, mire átvágja magát az ember rajta, napi háromszor le kellett volna ugye menni, mert hát az elején ezt is csináltuk, és nekem már teljesen elegem volt a végére abból, hogy minden akkor újra fertőtleníteni mindent, és szóval hogy azért ilyen körülmények között sokkal nehezebb egyébként tartani nyilván a karantént, és akkor elgondolkoztunk rajta, hogy jó, akkor menjünk valahová, és a mesefaluba szerettünk volna először menni, viszont azért nem arra esett végül a választásunk, mert hogy hál' Istennek nagyon sok mindenkit ismerünk ott, nagyon sok mindenkivel tartjuk a kapcsolatot, nagyon jó a szomszédi viszony, és egyszerűen lehetetlennek tartottam azt, hogy ne az legyen, hogy itt a néni átszalad egy kis sütivel, és Anyika átinteget, és akkor azért csak átszalad ő is beszélgetni egy kicsit, és akkor arra gondoltunk, hogy menjünk egy olyan helyre, ahol nem ismerünk senkit, és anyuék is vissza tudnak vonulni, úgyhogy anyuék most ott vannak, mi pedig tűnk egy másik helyet, és akkor a másik nagy szerelmünk a Balaton, úgyhogy a Balatonnál választottunk egy kis települést, és most ide költöztünk, és már itt vagyunk, több mint egy hónapja, és már lassan kettő lesz, vagy nem is tudom, már olyan időzavarban vagyok, és stromos anyagika van, úgyhogy, de már több mint egy hónapja egészen biztosan. Nagyon sokan vagyunk még így ezzel, hogy időzavarban szenvedünk. Ti nagyon szerencsések vagytok, hogy volt nektek ez a lehetőség, hogy tudtatok hova költözni. Viszont ugye neked az a munkád, hogy emberekkel találkozol, forgatsz nekik videókat. Na most ezeket hogy tudjátok megoldani? Izgalmas kihívások elé állít engem is ez az időszak. Most meg kellett tanulnom egyedül technikailag megoldani a dolgokat, ahogy gondolom neked is, most ez egy ilyen izgi dolog, illetve a férjemet kell bevonnom, és akkor ő szokott fotózni, meg ő szokta lenyomni a gombot, meg ő szokta felügyelni a kamerát, de ezeket nekem is mind tanulnom kell. Ugye én normál esetben operatőrökkel, két operatőrrel dolgozom együtt, akik igazából nagyon régóta barátaim is, tehát mint lassan most már 10 évet dolgozunk együtt, úgyhogy mivel kis család vagyunk, azt szoktuk mondani. És nagyon hiányoznak a fiúk, mert hát nyilván, ahogy ők csinálják, én meg se tudom közelíteni azt a színvonalat, de azért nagyon igyekszem, úgyhogy ilyen szempontból egyébként ez egy ilyen nagyon inspiráló időszak is számomra, mert mindig meg akartam ezt tanulni. Nyilván azért sokkal gördülékenyebben menne számomra is a mindennapi munka, hogyha az ilyen apró pici felvételeket az olyan minőségben, tehát felvenni én is, mert mindenki meg tudja nyomni a mobilját, de hogy azért az olyan legyen, azt meg kell tanulni. És most Pali, úgyhogy be is iratkoztam például, vannak ilyen online kurzusok, úgyhogy az egyik nagy fényképezőgép márkánál ingyen lehet ilyen kis kurzusokat venni, úgyhogy azt például azokat szoktam nézegetni, és nagyon sokat tanulok belőle, úgyhogy ezt néha kicsit bosszantom, mert azt kívánom, hogy bárcsak 5 kezem lenne, és akkor valahogy úgy tudnék felvételeket készíteni, meg egyszerre 2 helyen lennék, mert akkor szuperül meg tudnám oldani, de így, hogy leteszem, elszaladok, visszaszaladok, megnézem, hogy milyen volt, nem jó akkor. Szóval, hogy kicsit lassabb a folyamat, de élvezem egyébként, mert nem biztos, hogy máskor rántam volna magamat erre. Te nagyon sokszor abból merítesz ikletet, hogy jössz, mész a városba, emberekkel találkozol, beszélgetsz, most karantén van, be vagy zárva, hogyan lehet ilyenkor kreatívnak maradni, és honnan tudsz ilyenkor inspirálódni?
Hát a Pinterestről természetesen, ott ez egy ilyen örök inspirációs forrás, ami nem szűnik meg. Illetve azt kell, hogy mondjam, hogy én nagyon, lehet, hogy csak azért már kipihentem magamat, és akkor úgy azért, amikor az ember olyan munkát végez, amiben állandóan a kreativitás, az agyát kell használni, mindig valamit alkotni kell, akkor nagyon hamar el tud fáradni a fejünk, és nagyon hamar bele tudunk süppedni, és csináljuk meg, de már úgy nem érzed magadban a buzgó tetvágyat, meg az inspirációt, és akkor ilyenkor szoktam egy kicsit így elvonulni, és vagy a mesefaluba visszamenni, egyébként imádom, tehát egy nyírség számomra az örök szerelem, és nagyon hiányzik is amúgy, úgyhogy remélem, hogy hamarosan láthatom anyuékat, szóval oda szoktam így visszavonulni, és megtalálni a szépet a kertben, az állatokban, a nyugiban, a madárcsicsergésben, kicsit lelassulni, tehát én azért is szeretek oda menni, mert mindig azt nézem, hogy a rohanó pesti élet, mikor egyszerűen menni is rohanva megy az ember. Azt nem tudom, hogy miért, mert lehet, hogy csak el kéne hamarabb indulnunk, és akkor nem rohannánk el, de hogy így az alaptempó sokkal gyorsabb, és olyan jól esik megérkezni, és azt látni, hogy igen, a mamikák lassabban tekerik a ringet. Mindig azt szoktam mondani, hogy olyan, mint hogyha egy tár zselébe esnék bele hirtelen, kicsit lassú minden, és kell pár nap, amíg én is lenyugszom, kipihenem magamat, és akkor viszont rögtön fel tudok töltődni, és ugyanezt történt itt is egyébként. Ritka energikus napokat élek meg. Ma például úgy keltem, hogy szárnyalok, nem is tudom, már 7:30-ra kitakarítottam az egész házat, és rengeteg tervem van még, megláttam régi képeket, amik nem tetszenek, akkor még éjszaka bevillant a fejembe, hogy azokat át fogom festeni. Szerintem mindenki egyébként így van ezzel, hogy most otthon van, szem előtt vannak azok a dolgok a házban, amit mindig halogatott, hogy na majd valamikor megcsinálja, és most van idő kertészkedni, van idő lakást festeni, van idő átrendezni, végre át lehet húzni a bútort egyik sarokból a másikba, úgyhogy én mindenkinek ezt tudom tanácsolni egyébként, hogy kicsit kevesebb rossz hírek, és több pozitív dolog, amiket nézegessünk, mert csak így tudjuk magunkat mentálisan egészségesen tartani, és ez nagyon-nagyon fontos szerintem. És ugye most otthon vagy, te is, meg nagyon sokan mások is otthon vagyunk, és egyszerűen, miután kitakarította mindenki a lakást, mondjuk elkezdenek unatkozni, és nagyon sokaknál látom azt, hogy ilyen-olyan kihívások otthon, kis videó, fotózás, akármi. Te is otthon kezdted a saját lakásodban annó ezt a Hogyan legyek jó nő sorozatot. Esetleg nincs benne valami ilyesmi, hogy most akkor újabb influencerek, mert hát végis azok vagytok, újabb influencerek fognak bekerülni a social médiába? Hát nekem ezzel semmi problémám, ha lenne problémám, akkor már az elmúlt pár évben is aggasztott volna ez a dolog, ugyanis gombamód szaporodnak és jönnek az újabb tehetségek. Én azt gondolom egyébként, hogy mindenkinek helye van, biztos vagyok benne, hogy aki egy youtuber fiatal lányt követ, az nem fog engem követni, mert más korosztály vagyunk, mást közvetítünk, más az ízlésünk, és alapvetően legalábbis nagyon remélem, de hogy mindenki azt követi, aki számára valami olyasmit tud adni, ami nem csak szórakoztató, hanem azzal ő értékrendileg egyet is tud érteni. Úgyhogy látod, ez eszembe se jutott, hogy most ilyen tromfosztás jöhet. Én azt gondolom, hogy akit az ember, a követői eddig követtek, azt igazából azért követik, mert kedvelik, de ettől függetlenül teljesen belefér, hogy esetleg most másokat is megkedveljenek, sőt egyébként én biztatnék is mindenkit, hogy próbálja ki, mert amikor olyan vádak érik az embert, hogy ez nem is munka, ez nincs is annyi dolog, akkor igazából most ki lehet próbálni, mindenki megmutathatja magát, és igen, nem az a munka vele, hogy úgy el lehet fáradni, mint egy más típusú munkába, ez egy ilyen fajta munka, ki lehet próbálni, ebbe is el lehet fáradni. Hát Nóri, szerintem nagyon sokat tudnánk még beszélgetni a kreativitásról, meg arról, hogy egyáltalán mi zajlik most a világba, de valószínűleg neked is rengeteg dolgod van még, úgyhogy elengedünk, és én nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál. Én köszönöm szépen, hogy egy kicsit beszélgethettünk, és hogy kisminkeltem magamat emiatt a beszélgetés miatt, mert még egy fél gondolat, a bőrünk az fantasztikusan érzi magát szerintem ezekben a napokban. Ennyit pihenni, sminkmentesen, hát csodás időket élünk ilyen szempontból. Na hát akkor köszönöm, és szívesen beszélünk, még sziasztok, találkozunk. Sziasztok. Köszönöm, szia! Sziasztok!
A harmadik csodálatos hölgy, akivel ma beszélgetek a Weekendben, az nem más, mint Peller Marian, akivel egy kicsit a spirituális vonalról fogunk beszélgetni így karantén idején. Szia, Marian! Szia, köszöntök mindenkit szeretettel! Na figyelj csak, ugye tudjuk azt, nem titok, sőt vállalod, hogy te nagyon ilyen spirituális beállítottságú vagy. Karantén és koronavírus idején ez áldás vagy átok? Szerintem áldás. Ez szerintem egy nagy segítség ebben a nagyon furcsa terhelt, stresszes helyzetben. Tehát, hogy vannak eszközeim, hogy van módszerem, több is, amihez nyúlni tudok, hogy ne őrüljek meg ettől egyrészt azoktól a negatív energiáktól, amit mondjuk az elmúlt hetekben körbevettek mindenkit, mert érezhető volt, hogy a félelem eluralkodott az embereken, félelem, rettegés, bizonytalanság a jövőben, vagy a jövőtől való félelem. Szóval ezeket, hogy az ember fel tudja dolgozni, a saját életébe vonatkoztatva is, meg a kívülről bejövő energiákat is valahogy távol tudja tartani magától, vagy le tudja vezetni, erre vannak különböző eszközök már a kezemben, amiket nagyon jól tudok használni, és amit egyébként próbálok megosztani azokkal, akik követnek. Na, mondj néhány ilyen eszközt akkor, ilyen gyakorlati tippeket, hogy aki most már azért tényleg több mint egy hónapja, nagyon sokan otthon vannak. Van, akik home office-ba, van, akik munkanélkül maradtak otthon. Mi az, ami ilyenkor át tudja segíteni az embert? Hova gondoljon, hova irányítsa a gondolatait? Hát befelé, fölfelé, tudod, ezek a nagy okosságok, és akkor erre mondok most konkrétumot is, de amikor ezt hallod, hogy figyelj befelé, hallgass befelé, akkor ezt nem olyan könnyű megvalósítani. Én is egy ilyen túlpörgéses aggyal rendelkezem, vagy elmével rendelkezem, és szerintem ez okozza a legtöbb embernek a nehézséget, hogy nem tudjuk irányítani a gondolatainkat, hanem ők irányítanak minket, meg az érzelmeinket sem igazán. No, hát azt most nagyon tanulom ebben az időszakban, meg egyébként szerintem mindannyian. Nekem segít a meditáció, de ehhez nem feltétlenül van szükség konkrét meditációs technikára, bár én gyakorlok egy konkrét a transzcendentális meditáció névre hallgat. Az a lényege, hogy kaptam egy mantrát, amit nem mondhatok el senkinek, ez elvileg pont nekem a tökéletes ilyen varázsige, egy szó, egy szanszkrit szó, aminek különleges vagy éppen a megfelelő rezgés szintje van, és akkor azt abba kapaszkodom gyakorlatilag a gondolataim tengerén, hogy én költőjén fogalmazok. Tehát amikor leülök, becsukom a szemem, és elindul az őrület, mert hát olyan nincs, hogy akkor most figyeld meg a gondolataidat, hát én nem tudom megfigyelni őket, mert őrülten jönnek, és nyilván ezek nagyon nyomasztóak, akkor belekapaszkodom ebbe a mantrába, tehát kimondom magamban itt hátul valahol ezt a mantrát, és akkor azt tovább visz. És egyébként az a jó ebben a technikában, hogy segít feldolgozni a napi stresszeket, tehát hogy én nem ellenségként tekint a gondolatokra, hanem úgy, hogy jó barát, így oldódik ki a stressz, ahogy jön föl. De ha valaki nem tudja ezt gyakorolni, mert mondjuk nem végezte el ezt a tanfolyamot, akkor szerintem nagyon sokat segít egy olyan meditáció, ami írással kötődik össze. Tehát leülsz, fogsz egy füzetet, egy lapot, és kiöntöd, okádod magadból azt, ami benned van, legyen az bármilyen szörnyű, bármilyen nehéz, bármilyen fájdalmas, mert valahogy ki kell, hogy jöjjönnek ezek az érzelmek, meg ezek a gondolatok, mert ha bennmaradnak, az visszahat, tehát az nem tesz jót a rezgéseinkre, a sejtjeinkre, nem lesz jó hatással. Ez tele volt pozitív gondolatokkal és pozitív életérzéssel, amit most elmondtál, viszont a múltkor megosztottál egy olyan dolgot, hogy azért már téged is kezd megviselni ez az egész történet. Hogyne. Képzeld el, hogy egyébként majd ebből csinálok egy videót is a Lélekközösség oldalra, hogy hogyan kérjük le konkrétan ezt az életerő, meg életkedv energiát, mert meg vannak a lépései, de hogy ezt ezután, a poszt után kaptam ezt az információt, kiniben hisztök, mindegy, sugallatként érkezik. Mert ott azt éreztem én is, hogy lehúz minden, ami körbevesz, és magamat sem tudom kicibálni, tehát hogy nem sikerül a víz fölött, az örvénylő víz fölött tartani a fejemet, és ez tök normális, tehát mindannyian emberek vagyunk, azért vagyunk itt a Földön, hogy folyamatosan tapasztaljuk a szörnyűségeket, mert tényleg persze a jó dolgokat is, de a szörnyűségek visznek előre, tehát attól leszel erősebb, attól fogsz fejlődni. És annyira hálás vagyok azért, hogy ezt a módszert megmutatták, vagy le tudtam magamnak így hozni, mert ez segített, hogy vissza tudjam tölteni a saját fizikai energiámat is, és a lelki energiámat is. És tudtam segíteni másnak is vele. Most pont tegnap este az anyósomnak csináltuk meg telefonos kapcsolatban ezt az életerő lekérést.
és annyira édes volt, mert utána hívott másnap reggel, hogy Isten kicsikém, mintha kicseréltek volna. Szóval nekem ezek a visszaigazolások, vagy ezek a kis bizonyítékok, hogy ezek igenis működnek, mert azért én is szkeptikus vagyok mindig. Tehát ez szörnyű, hogy nekem a hitemmel van dolgom, nekem az a feladatom, hogy a saját hitemet is erősítsem, és mások hitét is, ha lehet valamilyen módon még erősítsem. Finoman, nyilván nem erőszakosan, de hogy nekem is meg kell küzdenem a hitetlenséggel, meg a szkepticizmusommal. Ez egy nagyon fura kettőség egyébként. Neked mikor és miért jött el az a pont, hogy te ezzel elkezdesz ennyire komolyan foglalkozni, és ennyire tudatosan beépíted magadba ezeket a dolgokat? Ez sok lépcsős volt, tehát nem volt egyetlen egy óriás ráeszmélős pillanat, hanem mit tudom, gyerekkoromban éreztem, hogy nagyon vonza a miszticizmus, nagyon érdekelt a vallás, akkor én kértem, hogy hadd járjak hittanra, hadd keresztelkedjek meg, aztán 20 éves, 21 néhány éves koromban valaki a kezembe adta, vagy 19 éves koromban a Coelho könyvet, az alkimistát, és akkor ott azt éreztem, hogy úristen, van egy ilyen világ, hogy lehet, léteznek ilyen gondolatok, így is lehet gondolkodni a körülvevő tényleg világ mindenségről, már hatodszor akadok bele a zsinóromban, ne haragudj. És aztán találkoztam olyan nővel, aki érzékeli az angyalokat, az megint egy nagyon fontos állomás volt, egy nagyon fontos pillanat az életemben, hogy ja, hogy az angyalok nem csak ilyen bibliai lények, akikről írnak, hanem hogy ezek az energiák esetleg ténylegesen létezhetnek, és körülvesznek bennünket. Tehát, hogy így szépen fokozatosan, és aztán egy ponton annyira nagy volt bennem, és engem a félelmeim nagyon visznek előre, annyira nagy volt bennem a félelem, pont a vágyott szakmám iránt, vagy tól, hogy nehogy hülyeséget mondjak, nehogy kudarcot valljak, nehogy rossz irányba tereljem a mások gondolatait, és nehogy, tehát a bukás benne volt, a bukás lehetősége abban, hogy én műsorvezető vagyok, és ez a félelem vitt rá arra, hogy elmentem megtanulni a spirituális választerápia nevű módszert, amit egyébként bárki, tehát hogy mi nem kellenek hozzá különleges képességek, és elkezd működni ez a dolog az ember kezében. És ezt használom a mai napig, kibővítve egy csomó minden mással, azóta agykontroll, meg kvantummátrix energetika, meg most tarókártya tanfolyamot végzek éppen online, nagyon élvezem egyébként, döbbenet, nagyon durva. Azzal is egy kicsit szkeptikus voltam az elején, de azt kell mondjam, hogy a kártya az brutális, amit mutat. Tehát, hogy nagyon pontosan visszaad emberi kapcsolódást, pontokat, hogy kiben mi zajlik, milyen szándék van, merre tovább, tehát tényleg fantasztikus. Annyira olyan átéléssel beszélsz, órákig képes lennék hallgatni ezt az átélést. Figyelj csak, és mi a helyzet azokkal, akik totál szkeptikusak, tehát akik abszolút nem hisznek az ilyen dolgokban? Gondolsz, mint amilyen a férjem? Őket meg lehet, vagy meg kell győzni egyáltalán? Nem. Tilos. Egyébként senkit. Tehát senkit. Engem se győzöm meg senki a saját igazáról, mert mindenkinek a maga igaza az igaz. És mindenkinek a hite, mert hite viszont mindenkinek van, és annak semmi köze nincs semmilyen valláshoz, vagy vallásfilozófiához. Hite mindenkinek van valamiben. Mert aki azt mondja, hogy ő ateista, és tagadja az Istent, semmi baj, de valamiben ő is hisz. Tehát mondjuk a férjem ilyen, muszáj vele példáloznom, mert nem véletlenül kaptam én őt ebben az életben magam mellé társnak, csodálatos társ egyébként, mert megadja nekem a szabadságot, hogy én ezt a dolgot gyakoroljam, és amikor ilyen visszajelzések érkeznek, mint amilyen az anyósommal való pici kis összekapcsolódós meditáció, és hogy jobban lett tőle, akkor azt mondja a férjem, hogy hát itt valami csoda történt, és nem tudom neki elmagyarázni, hogy nem történik csoda, hanem ezt az energiát szépen te is lekérhetnéd magadnak. Szóval, hogy nem kell senkit meggyőzni, nem kell ráerőszakolni, mert mindenki ott tart ezzel a dologgal kapcsolatban, ahol tartania kell. Izgalmas dolgok ezek, még annak is, aki egyébként nem hisz benne, de sajnos a műsoridő az lejárt, úgyhogy én nagyon szépen köszönöm neked ezeket a dolgokat, és hogyha legközelebb mondjuk hasonló helyzet áll elő, bármilyen negatív történet, akkor újra megkeresünk, és adsz egy kis löketet majd a nézőknek. Nagyon-nagyon szívesen ölelek mindenkit, és kitartás, puszi! Köszönöm szépen, a nézőknek pedig a figyelmet köszönöm szépen, jövő héten újabb izgalmas témákkal jövünk, addig is kitartás mindenkinek, viszontlátásra!